Greenpeace activists have transformed this Budapest roundabout into a giant atomic symbol. Paks 2 tervének 2014-es váratlan bejelentése óta folyamatosan a beruházás leállítását követeljük. A Paks 2 körüli titkolózás idén is folytatódott. Mi pedig még nagyobb elánnal vetettük bele magunkat a munkába. De hogy ne csak a levegőbe beszéljünk, az évet azzal kezdtük, hogy nyilvánosságra hoztuk, mit gondolnak az emberek Paks 2-ről. Reprezentatív országos közvéleménykutatásunkból kiderült, hogy a magyarok közel 60%-a továbbra sem támogatja a paksi atomerőmű bővítését a jelenleg tervezett módon. Ami nem is csoda. Hiszen a kormány által tervezett Paks 2 beruházással három alapvető gond is van. Veszélyes, drága és teljesen felesleges. És hogy mindezt honnan tudjuk? Például onnan, hogy ízekre szedtük az engedélyeztetéshez szükséges 2000 oldalas környezeti hatástanulmányt. Kérdéseinket és aggodalmainkat 17 oldalban összefoglalva küldtük meg a beruházónak. Bukaresttől Pakson át Münchenig követtük a közmeghallgatásokat, és kérdeztünk rendületlenül. De megnyugtató válaszokat máig nem kaptunk. Nem csak minket aggaszt Paks 2 ötlete. Novemberben az Európai Bizottság két vizsgálatot is indított a tervezett beruházás miatt. A problémákra mi hívtuk fel a bizottság figyelmét még 2014-ben. Most egy barátságos foci meccsel ünnepeltük a lépést a parlament előtt. Nem adjuk fel a harcot. Elvárjuk és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a kormány azonnal állítsa le az atomerőmű bővítést, hogy végre Magyarország is elindulhasson a tiszta és biztonságos megújulókon alapuló jövő felé. A káros vegyi anyagok elleni kampányunkban nagy feladatokba kezdtünk az idén. Vizsgálatokkal igazoltuk, hogy a Hortobágyi Nemzeti Park melletti elhagyott veszélyes hulladék tároló szivárog. Nyomásgyakorlásunk hatására a hordók nagy részét elszállították, és bejelentették a terület kármentesítésének tervét is. Bejutottunk az egykori budapesti vegyi művek területére, és bemutattuk, hogy a főváros kellős közepén több ezer tonnányi veszélyes hulladék mállik, porzik, folyik szerte szét hosszú évek óta. A hír bombaként robbant, de a munka nagyja még csak ekkor jött. Háztáji tojásokat vizsgáltattunk be, pormintákat gyűjtöttünk, lobbiztunk, tájékoztattuk a nyilvánosságot, tiltakoztunk és kampányoltunk, míg rá nem vettük a kormányt, hogy számolja fel végre a méregtelepet. Végül májusban elkezdték elszállítani a hordókat. Novemberben pedig Lázár János személyesen tett ígéretet a terület teljes kármentesítésére. Szaván fogjuk. Agrárkampányunkkal idén Borsodtól Zaláig bejártuk az országot, hogy bemutassuk a leginspirálóbb ökológiai gazdálkodókat. Gyűrűsön kárpáti borzderessel és Hucullal is találkoztunk. Ezt a két gyönyörű őshonos magyar fajtát elszánt gazdák próbálják megőrizni. Hernád Szent Andráson pedig lenyűgözött minket, ahogyan ez a kis magyar falu kirángatja magát az elszegényedésből, és mára nemzetközileg is elismert bioélelmiszermárkát épített. De a tápláló bioételeknek nem csak a termelését támogatjuk, hanem a fogyasztását is. Ősszel egy fantasztikus magyar tájfajtákból készült bioebéddel összekötve mutattuk be idei két legfontosabb jelentésünket. A növényvédőszerekről szóló szakmai anyagunk arra mutat rá, hogyan teszi tönkre egészségünket a vegyszeres nagyipari gazdálkodás. Az ökológiai gazdálkodás 7 alapelvéről szóló kiadványunkban pedig a választ is megadjuk a problémára. Drága magyar vidék, búcsúzunk tőled! Az ősz súlyos helyzetet teremtett azzal, hogy a kormány nekilátott kiárusítani az ország maradék termőföldjeit is. Az állami földek felelőtlen elherdálása ellen szimbolikus temetéssel tiltakoztunk a Földművelésügyi Minisztérium előtt. Hiszünk a feltámadásban, hiszünk egy jó, új életben, abban, hogy van újjászületés. A földörök
még ha megrontják, meggyalázzák is. Idővel kitisztul, és mindent lehet újra előről kezdeni. És bár a temetésen igazi könnyek is hullottak, feladni mégsem fogjuk. Továbbra is harcolni fogunk az ország kis, családi gazdaságainak érdekeiért, és a magyar mezőgazdaság fenntartható jövőjéért, amelyhez az utat az ökológiai gazdálkodás jelenti. Ezeket a földeket nem lehet nyármerésre bocsájtani! Kishantos egykori földjei is a tisztességtelen állami földeladások áldozatául estek. De az árverések ellen mindent bevetettünk. Megakadályoznunk nem, de megzavarnunk sikerült a földek eladását. És mindenki számára nyilvánvalóvá tettük, hogy a perek alatt álló kishantosi földek eladása törvénytelen, és a többi állami föld kiárusítása is tisztességtelen. Környezetvédelme érdekében végzett munkánk során gyakran a legbefolyásosabb erőkkel is szembe kell néznünk. Idén mégis szokatlanul abszurd formában jött a támadás. A magyar állam 14 millió forintos kártérítési pert indított ellenünk egy teljesen törvényes és békés kishantosi tiltakozó akciónk miatt. De bármilyen groteszk is legyen egy per, állunk elébe. A tárgyalás első napját a bátorság napjává nyilvánítottuk. És ezt kishantosi biobúzából ki is írtuk a bíróság elé. És kiderült, a harcban nem vagyunk egyedül. 30-nál több szervezet és mintegy 100 magánszemély csatlakozott hozzánk aznap, hogy együtt kiáltsuk hangosan, kell és érdemes is kiállni az igazságtalanság, a jogtalanság, a közösségeket, szervezeteket ellehetetlenítő intézkedések ellen. A tiltakozás mindannyiunk alapvető joga, és a tiltakozás nem rombol, hanem erősebbé tesz. Az a hitünk, hogy az építés ereje nagyobb a pusztításénál. Reméljük másoknak is erőt ad a mindennapi bátorsághoz.